Nagyon érdekes ez az egész dolog, hiszen ez egy ember élet tulajdonképpen, 60 év, fantasztikus, és amíg hozzáteszem a tanulmányokat, ami még 9, lassan mondhatom azt, hogy 70 éve szolgálom a táncművészetet és a Pécsi Balettet. Hát tulajdonképpen az ember nem tekint vissza, mert tulajdonképpen a jövő a fontos, és úgy gondolom, hogy a Pécsi Balett a hagyományait tökéletesen őrzi. Az első magyar modern balett együttes, amit Eck Imre alapított, tulajdonképpen arra tette rá a voksát, hogy mindig valamilyen fajta üzenettel és tartalommal tölti meg ezeket a táncelőadásokat. És itt voltunk 1960-ban a Vasfüggöny mögött, egy szovjet balett kultúra öröksége, és egyszer csak felrobbant valami, és megszületett az első modern magyar gondolkodású balett együttes. Holott a nyugati balett kultúrának a modern szellőjét se kaptuk meg, és mégis egy zseniális ember meg tudta ezt csinálni. Az ő öröksége és az ő művei tulajdonképpen végig kapcsolódnak a Pécsi Balett történetébe, különböző tehetséges, nagyszerű vezetőkkel. Eck Imre után Tóth Sándor következett, utána következett Herzog István, utána következett Keveházi Gábor, majd Vince Balázs vezette 15 évig. Ő nagyon erősen jelen van, ő a művészeti vezetőnk, ő volt az, aki a Pécsi Balett önállóságát megteremtette 17-ben, és vagyok én most a hídnak a végén, és mindig azt szoktam mondani, hogy bátran mondhatom, hogy egy erős vasszerkezetű híd vagyok a balett életében. Egy nagyon izgalmas időszak az életemben. Ugye 2001-ben lettem itt magántáncos, és 2005-ben már balettigazgató, 29 évesen, és azóta vezetem az együttest. Nagyon sok dolog történt, azt gondolom, hogy ugye ki tudtunk szakadni a tagozati létből, önállóak tudtunk lenni, és fel tudtuk építeni magunkat, vissza tudtuk építeni magunkat az országos vérkeringésbe, a nemzetközi vérkeringésbe. Egy nagyon jó csapatot tudtam összeállítani, azt gondolom, nagyon jó emberekből és nagyon, jó, nagyon tehetséges emberekből áll. Szerintem a legfontosabb az, hogy az eredmények látszanak, legalábbis a szakma visszajelzéséből ezt érzem, ezt tapasztalom, és dolgozunk, és csináljuk, és talán azt gondolom, hogy az eredményesség az ebben látszódik, hogy működünk, itt vagyunk, és egy nagyon minőségi színvonalon tudunk létezni. A kísérletezés az nem csak azért van, mert hogy a tradíció fontos, hanem azért, mert a táncvészet egy réteg műfaj, és az életben maradáshoz szükség van arra, hogy kísérletezzünk, új impulzusokat hozzuk be, összekapcsoljuk a társművészeteket. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden kell ahhoz, hogy a cirkuszművészetet bevonni, a vizualitást bevonni, a látványt, a másfajta táncstílusokat. Szóval, hogy és nagyon ízlésesen és nagyon finoman, de mindig egy kisfajta építkezés kell, és ettől gyakorlatilag mindig egy kicsit új, mindig egy kicsit változik, mindig egy kicsit izgalmas, hogy mi lesz majd belőle, és hogy működik-e. Nagyon szerencsések vagyunk, mert hogy a 70-es, 80-as években a vizuális művészet, a képzőművészet és nagyon sok minden más nagyon erős volt ebben a városban. Ez a produkció nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Ennek az origója egyrészt a jubileumunk, mert a Pécsi Balett 60 éves, és a Vazarelli Alapítvány pedig 50 éves. Tehát össze tudjuk kötni ezt a két időt, és a másik a pécsiség. Hiszen Viktor Vazarelli Pécset született, és úgy gondolom, hogy a Pécsi Balett is Pécsé, tehát ez egy nagyon-nagyon jó kapcsolódás. Teljesen más metodika is, és struktúra alapján dolgoztam, mert hogy alapvetően ugye a zene inspirálja az alkotó embert, és mondjuk a történet, mondjuk egy Róma és Júlia esetében a történet. De itt a képek kezdtek el, a vizuális dolgok kezdtek el inspirálni, a vizuális képekből, a geometrikus formákból alakítottam ki a térformákat, és ezek kezdett el inspirálni. És aztán egy kis történetet fölfűztem el, egy kiállítás megnyitó, Viktor Vazarelli egyik kiállítás megnyitóját álmodjuk színpadra, és ahogy végigmegyünk a kiállításon, erről szól a darab. Ez nagyon látványos lesz, színpadtechnikát használunk, süllyedőt, reptetést használunk, szóval meglátjuk. Hát izgatott vagyok én is, mert hogy a teremben már megvan, de azért színpadon még nem láttuk. Kíváncsi vagyok én is, hogy milyen lesz.